a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő és a fiatalokat métejező társadalomtudósokról írt Orbán Viktornak küldött levelében a Magyar Tudományos Akadémia elnöki posztjára pályázó Frany Tabás. A tudós társadalomban óriási felháborodást váltottak ki ezek a mondatok. A stúdióban Pálinkás József. Aki az MTA volt elnöke, akadémikus volt miniszter. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Professzor úr. Azt mondja, hogy szükség van egy szabadelvű konzervatív polgári pártra. Még egy pártra tényleg szükség van? Egy olyan politikai formációra, ami ennek a szabadelvű polgári szabadelvű konzervatív szavazó rétegnek a képviselőit összefogja, egy ilyen pártra feltétlenül szükség van. Ugye korábban a Fidesz úgy kommunikált, hogy ezt az egész oldalt, ezt az egész részt lefedi a magyar politikával és közéletben, ahova ők is a szabadelvű konzervatívok tartozhatnak. Ők kiszabadultak a Fidesz öleléséből, vagy nem kérnek belőle többé? Én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem kérnek belőle többé, az a önkormányzati választásokon azért látszik a számokból, és az is látszik, hogy nagyon sokan ugyan szívesen szavaznának más erőre, de ilyen vagy olyan ok miatt valamelyik jelenlegi pártra szavaztak. Az a mozgalom, amit elindított néhány társával, a felelős értelmiség mozgalom, az ugye egy létező, működő szerveződés most is. Igen, most csütörtökön volt egy konferencia, illetve elmúlt csütörtökön volt egy konferencia, aminek a témája egy nagyon aktuális kérdés, a klímaváltozás és a ökológiai változások. Az valóban most egy fontos kérdés. Az is egy érdekes kérdés lehet, hogy egy ilyen szerveződés lehet-e egy párt csírája? Hát lehet-e erre a közösségre, ami kifejezetten egy értelmiségi közösség, támaszkodni, az ember pártot akar csinálni, tömegpártot? Én úgy gondolom, hogy nem. Ez az értelmiségi, mondjuk azt, hogy platform, kör nevezhetjük bárminek, ez az intellektuális hátterét adhatja meg egy olyan politikai erőnek, amely értékeli és igényli ezt az intellektuális hátteret. Stumpf András kollégámnak adott egy interjút, ott azt mondta, hogy nem zárkózik el a direkt politikai szerepvállalástól sem. Az ön esetében mit jelent? Szint esetemben ez nyilván azt jelenti, hogy ha egy olyan politikai formáció létrejön, amely ezeket az elveket képviseli, akkor természetesen a politikai szerepvállalás az országgyűlési képviselőséget jelent, és ha adott esetben, ha egy ilyen politikai erő a kormányzati szerepbe jut, akkor olyan szerepet, ami kormányban politikai szerep. Lenne miniszterelnök jelölt? Nem. És adott esetben ebből következően miniszterelnök? Ne szaladjunk ennyire előre. Tehát de érdemes előre szaladni, mert ugye azon a mezőn próbálnának megjelenni, ha én jól értem, amit Orbán Viktor a magáinak gondol. Van egy baloldali tömörülés, ott nyilván lesz egy miniszterelnök jelölt, és nyilván lesz egy valamiféle párt együttműködés szövetséget, látszik, hogy ez működött. Van a másik oldalon a Fidesz-KDNP, és valahol a kettő között helyezkedne el az önformációja. Ez nyilván ennek helyre akkor van értelme, nem csatlakozik egyik helyre sem, hanem saját ajánlatot, ezt gondolom én. Saját ajánlatot akkor lehet megtenni, hogyha ez a politikai formáció létrejön. Ehhez a pillanatnyilag létező politikai pártoknak is meg kell találniuk a helyüket itt az elkövetkezendő néhány hónapban. Ön maga is szervezne pártot, vagy várja, hogy valakik ezt, ha úgy tetszik, oda tegyék a lábához? Nem várok én senki, hogy valamit oda tegyen, és nincs is ilyen a politikában. Sok emberrel beszélek, meglátjuk, hogy ez a politikai formáció milyen formában tud létrejönni. Azt a változatot el tudja képzelni, hogy együttműködik azzal a baloldallal, amelyik most némi sikert tudhat magáénak ebben a fajta együttműködésben, és mondjuk valamiféle egy közös jelöltségben megjelenő szerepet vállal? Technikai együttműködést majdnem mindenkivel el lehet képzelni. Most természetesen vannak extrém esetek, amik vállalhatatlanok. De azt gondolom, hogy egy ilyen politikai formációnak nyitottnak kell lenni arra, hogy együttműködjön azzal, akivel együtt lehet működni. Azt mondhatom, hogy Pálinkás József bejelentkezett valamire, ami még nincs, de alakulhat? Tekintetünk így is rá. Jó.
meglátjuk, merre megy ez a történet tovább. Azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia története merre megy tovább, hát az pont annyira kérdés. Hát szerintem ember nincs, aki most látja, hogy egyáltalán például a kutatóhálózattal, amit olyan nagy erővel gyűrt maga a kormányzat Palkovics László minisztériumán keresztül, azzal most mi van? Hogy ott most mi történik? A kutatóintézetek és a kutatóközpontok működnek. Ez azt mutatja, hogy elég jól alakítottuk ezt ki 2012. Mert hogy maguktól működnek gyakorlatilag? Maguk, hát a lendület teljesen, viszi őket? Teljesen maguktól működnek. Kutatókkal beszélve, kutatóhálózatba tartozó kutatóintézetek vezetőivel működve, beszélve azt mondják, hogy elmennek és megkérdezik, hogy akkor ez most hogy legyen, akkor néznek rájuk, hogy most mi ez a kérdés, és megkérdezik, hogy hogy volt ez az akadémián, megmondják, hogy ez az akadémián, hogy volt, és akkor azt mondják, hogy legyen úgy. Tehát semmiféle... Akkor ez a tanácstalanság. Ez egy abszolút tanácstalanság. Eddig gyakorlatilag ez a szerv nem alakult meg. Tehát nincs szervezet és működési szabályzata, nincs honlapja. Hova kell menni kérdést feltenni? Hát ezt kérdezik ők is, van valamekkora apparátus, az akadémiától átvettek egy pár embert, ez a pár ember nyilván tudja, hogy ez az akadémián hogy működött, és ahogy ez az akadémián működött, úgy próbálják ezt működtetni, de a működésnek az, hogy most itt november 5-én vagyunk, hogyha minden igaz, november 5-én sincs egy felügyeleti szerve ennek a kutatóhálózatnak. Ez világosan mutatja azt, hogy átgondolatlan volt, azt se tudták, hogy mit akarnak, egy dolgot tudták, hogy el akarják venni. Hát de így nincs értelme. Tehát ha nem tudják a saját hasznukra fordítani, hogyha a saját céljaikat nem tudják elláttatni vele, akkor mi vége? De hát ennek a kutatóhálózatnak a célja és a feladata az, hogy Magyarország számára tudományos eredményeket hozzon, tehát a fiatalok számára lehetőséget biztosítson a kutatásokra, karrier lehetőséget biztosítson számukra, és Magyarországot oda tegye és ott tartsa a tudományos élet térképén. Ezt a feladatát el tudta látni az akadémián is. Na rosszul emlékszem, hogy új cél kijelölése történt, tehát hogy az alapkutatásokat felejtsük el, alkalmazott kutatás, azonnali haszon, azzal mérjük egy kutatóintézet sikerét, hogy mennyit hoz. Ez, ennek semmi értelme nincs. Ezt akkor is elmondta. Tudom, most is ezt mondom. Az, amit olyan sokszor elmondanak, az innováció, az a vállalatok feladata. Hiszen azt nevezik innovációnak, ami a piacon megjelenik. Egyébként pedig, hogy ki mit talál ki, az, ha valóban újdonság, akkor kutatása pedig kitalálta, de semmire nem használható, akkor nem sok mindent ér. Frany Tamás, a miniszterelnöknek írt egy levelet, ez kiszivárgott nyilván szándéka ellenére, de ez nem egy friss levél, ez több hónappal ezelőtti. Talán januári, valahogy így. Nem és tudom, azt írta abban a levélben, hogy az ifjúságot métejező gyenge teljesítményű kormánybírálókkal lehet azonosítani az akadémiai társadalomtudósokat. Ezért ez így meglehetősen kemény valakitől, aki egyébként a Tudományos Akadémia elnöke lenne. Hát ezzel a levéllel sok baj van, többféle baj. Az első, hogy a magyar társadalomtudományban, a társadalomtudományi kutatások területén sok kiváló kutató van, és nyilván jogosan érzik úgy, hogy ez méltatlan, hogy valaki az egészet ilyen módon minősítse. A másik baj az, hogy itt nyilván nem arról van szó, hogy ezeknek a kutatóknak csak a kutatási teljesítményét minősítené, hanem gondolom a közéleti megszólalásait. És a hát a kormánybírálók. Hát nem elég, hogy gyenge teljesítmény, de még kormánybírálók. Azt, hogy Magyarországon egy állampolgár, legyen egyetemi oktató, kutató, vagy éppen bármilyen más foglalkozású, hogyan, milyen véleményt nyilvánít, ez az ő magánügye, és a vélemény nyilvánításnál pedig célszerű a véleményekkel szakmai vitát kezdeni, és szakmailag vitatkozni, hogyha valaki nem ért egyet egy véleménnyel, minősíteni a
véleményt nyilvánítót, az de ez bejött mostani Tamásnak, ugye írt egy levelet Orbán Viktornak, és megtudjuk bőfél évvel később, hogy hát lehet ő a Tudományos Akadémia elnöke. Tehát akkor jó levelet írni Orbán Viktornak, és másokat feljelenteni, nem? Hát feljelentés talán nincs benne, de én nem hiszem. Azt gondolom, hogy Frany Tamás sokszor megbánta már, hogy ezt a levelet megírta, és azt hiszem, hogy a tudományos tudós közösség is nagyon szomorú aggódik amiatt, hogy ez a levél ilyen formában megszületett, mert beviszi a tudományos életbe azt a megosztottságot, ami azért nem volt ott, jól látszott a elmúlt közgyűlésen is, amikor az akadémia azért 85% körüli arányjal megszavazta Lovász László előterjesztését. Tehát ez a magyar tudományos életnek ez a levél nem tett jót. Frany Tamást is szívesen látom természetesen ez a műsorban, ennek kérdésem, tehát örülnék neki, hogyha jönne. Önnek pedig köszönöm szépen, hogy ismét a rendelkezésünkre állt. Ez volt a mai Egyenes beszéd, most jön a Jakubcsek Plusz és Jakubcsek Gabriella, aki elmondja, hogy mi lesz a műsorban. Szervusz, Gabi! Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Becslések szerint Magyarországon 700 ezer depressziós ember van, és minden századik magyar skizofrén. A második témán különleges házi állatok, skorpiók és sünök a stúdióban. Várom Önöket 8 óra 30 perckor. Holnap pedig Krug Emília várja Önöket majd az Egyenes beszédben. Ma este 9:30-kor még híradók. Szép estét kívánok, viszontlátásra!